Az ország más területeivel ellentétben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jó az idei búza minősége. A 28 ezer hektáros kalászos terület háromnegyed részét már learadták, a termés átlag 4,5 tonna, ami szintén jónak mondható. Jól halad az idei aratás a megyében, ahol az árpa betakarítása már befejeződött, és az őszi búza aratása is a végéhez közeledik. Az ország más területeivel ellentétben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jó az idei búza minősége. A szakemberek szerint ez a kedvező időjárásnak köszönhető. A 28 ezer hektáros terület háromnegyed részét már learadták, a termés átlag 4,5 tonna, ami szintén jónak mondható. A kiváló minőség hatással lehet a felvásárlási árakra, amely magasabb lehet a tavainál. Az aratást követően az alma betakarítása adja majd a legtöbb munkát a megyegazdálkodóinak. A tavalyi rekordtermésnek mindössze felével számolnak az idén, így elképzelhető, hogy magasabb áron tudják majd a termést értékesíteni a termelők. Vendégünk a stúdióban a megyei agrárkamara elnöke. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Ugye mi már korábban beszámoltunk műsorainkban arról, hogy létrehoztak önök egy betakarítási bizottságot, ami ilyenkor a nyári időszakban a betakarításokkor hetente ülésezik, és aktuális adatokat tud szolgáltatni, illetve hát látják, hogy hogyan mennek a betakarítási munkák a megyében. Ez az ülés ez minden hétfőn van, most is erről érkezik. Mit tudunk elmondani, mik a legfrissebb hírek? A legfrissebb híreket tudjuk elmondani, a búza betakarítása 91%-on van jelenleg, és a termés átlag, mint a beharangozókban is elhaladszott 45,5 mázsa hektáronként. A minősége az átlagostól sokkal jobb, a minőség nem volt csapadék abban az időtájban, amikor ezek a gombabetegségek jelentkezni szoktak szárazságban. Talán egy kicsit az nyomja már rá a későbbi fajtákra bélyegét, hogy a termés átlag úgy, hogy vártuk, nem javulni fog, hanem ezt a szintet örülünk, ha meg tudjuk tartani, ugyanis a későbbi fajták már belekerültek ebbe a nagy szárazságba, és egy ilyen aszalszemek mutatkoznak. Ez azt is sugallja a búzagabonaféle termelőknek, hogy vissza kell térni a magyar fajtákhoz, a szegedi és a martonvásári fajtákhoz, ugyanis ezek a korábbi fajták, akkor még van csapadékos időjárás, és ki tudtak telni a szemek. Ezek a úgymond a irodásokból a 60-80 meg 100 mázsákat mutató jelzőkkel behozott vetőmagok most egy kicsit megszáfolták magukat, úgyhogy talán még lefelé rontják ezeket a mi általunk korábban betakarított mennyiségeket. Annak mi lehet az oka, hogy az ország más területeihez viszonyítva itt sokkal jobb a minősége a gabonának, és ez vajon majd az árakban jelentkezik-e, és mondjuk a szabolcsi gazdáknak ez valamilyen előnyt jelente majd? Igen, nálunk hál' Istennek a csapadék a tavasszal abban az időszakban jöttek, még a kis mennyiségben is, amikor nagyon kellett, és nem fordult elő, hogy olyan nagy mennyiségű csapadékot kaptunk volna egyszerre, amik az káros hatással akár meg is állt volna ezeken a vetéseken. Ilyen nem fordult elő, így a betegségek elkerülték, és én úgy gondolom, hogy most már a gazdálkodók is egy olyan mértékű tudással rendelkeznek, hogy mindent megadnak annak a növénynek, amit elvetnek, hogy a legoptimálisabb termést tudják learatni. Egyébként, elnök úr, mit tudunk elmondani a megyében, mennyire van túlsúlyban, vagy túlsúlyban van egyáltalán a gabonaféléknek a termesztése a szántóföldi termesztésben, hiszen sokszor beszélünk arról, hogy azért a megyében nagyon kevés jó adottságú földterület van. Hát ha most arra gondolunk, hogy a kalászosokból valamennyivel kevesebbet vetettünk, ez a tavalyi évnek a talaj megmunkálásain egy kicsit, meg a kukoricának a később betakarítása miatt 1-2 ezer hektárral kevesebb volt, ilyen 30 ezer hektár körül szoktunk búzából vetni. Én úgy gondolom, hogy a megszokottól nem nagyon tért el a megye. Árakról tudunk már beszámolni? Tehát ilyenkor a betakarítás megkezdésekor mondjuk az elmúlt évek árait, ha összevetjük az ideiekkel, akkor mit tudunk elmondani? Jobb árak jelentkeznek, és a kereslet is megmozdult a jó minőségű, ahogy említettük, hogy a mi megyénkben jó minőségű búzát takarítottak meg. Több helyről jelezték, hogy van érdeklődés, felmérték, adatokat elvitték, és a közeljövőben tesznek ajánlatot. Az a múltkori 4200 és az 4600
körüli ajánlattól most a malmok már jobbat kívánnak ajánlani. Elnök úr, beszéljünk egy kicsit erről a bizonyos betakarítási bizottságról, annak idején miért hívták ezt létre, és kik vesznek ebben részt, kik működnek közre? A főművelésügyi igazgatóság képviselet, az MVL képviselete, a tűzoltóság, katasztrófavédelem, mindenki, akivel kapcsolatba kerül ezekkel a nagy gépekkel, kimenjünk a közutakra, és akik segíthetni tudják ezt a munkát, azok minden hétfőn eljönnek ide, és az aktuális problémákról beszélünk. Most különösen kitértünk már arra, hogy ez az aszályos időszak, ami több hete itt van a mi megyénkben is, a dohányosokat és a kukoricásokat most már sújtani fogja. A dohányosoknál jelenthet ez nagy problémát abból a szempontból, hogy itt van egy termeléshez kötött támogatás, amihez egy bizonyos óraszámot kell foglalkoztatni, illetve súlyt kell leadni. Most az a levelek, amiket most már én úgy gondolom, hogy nem fognak betakarítani, mert felsültek alulról, ez a súlyban hiányzik, és ez felboríthassa ezt az elszámolási egész rendszert is. Elnök úr, csak érintőlegesen, ugye mi korábban beszámoltunk már, vagy beszélgettünk arról, hogy önök szükségét éreznék annak, hogy egyfajta öntözéses rendszer megvalósuljon itt a megyében, és hát az idei időjárás ezt indokolja is, hiszen én úgy gondolom, hogy nagyon régen láttunk ekkora a szájt, ami ebben az évben jelentkezett. A mezőgazdaság hogy tudja kompenzálni vagy kezelni ezt a helyzetet? Igen, éppen ma is a délelőtt ezzel telt el, hogy ezekben a Hajdú megyével összefogva, ugyanis együtt indítottuk el ezeket a lehetőségkereséseket, és egy kicsit mostan visszafogott hangulat keletkezett, ugyanis a költségvetésben nem találjuk ennek a forrását, ami előre vinné, bár ezek az időjárás most éppen azokat segíti elő, hogy ezt sokkal komolyabban kell minden érintettnek venni és beleállni ebbe a dolognakba, mert ez az időjárás azt mondta, hogy ez nem elodázható sok évig a közeljövőben. Csak hogy emlékeztessük a nézőket, ugye itt arról van szó, hogy a tervezési munkákat mindenképpen el kellene kezdeni, és ehhez kellenének források. Térjünk rá egy másik dologra, hiszen az aratás lassan, ahogy említette, befejeződik, és hát gondolom, hogy a szántóföldeken is van még munka, de beszéljünk egy kicsit a gyümölcskultúrákról a megyében. Gondolom, hogy a legközelebbi nagy falat majd az alma betakarítás lesz. Hogy állnak az alma ültetvények, illetve hát az elmúlt évben rekordtermés volt, az idén mi látszik, milyen termésre számítanak a gazdálkodók? Sajnos a tavalyi rekordtermésnek az az ára, hogy ugye nem fordulhat elő, hogy minden évben rekordtermés következik be. Egyrészt, hogy tavaly nem is tudtuk időben sok helyen betakarítani a gyümölcsöt, és a másik évnek a termése ez befolyásolja. A másik dolog meg az, hogy egy gyenge fagy is volt több kertben, ahol ezt esetleg ritkítással szabályozták, ott meg ez a probléma adódott, úgyhogy a tavalyi évnek alig haladja majd meg a várható idei termés az 50%-át. Ez magában hordozhatja azt, hogy akár étkezési almából és akár sérítménybe szánt almából is hiány lesz az országban. De beszéltünk arról, hogy piaca viszont biztos, hogy lesz, hiszen kevesebb lesz. Igen, valószínű, hogy a hazai piac kielégítésének megfelelő mennyiség teremhet csak meg az országban. Időnk lassan elfogy, de még egy témát mindenképpen szeretném, hogyha érintenénk, hiszen az elmúlt napok sajtóhíre az is, hogy megtörtént a társadalmi egyeztetése az új vadgazdálkodási törvénynek, amelyet már szeptembertől majd tárgyalhat a parlament. És ebben az egyeztetési folyamatban az Agrárkamarának is volt feladata. Önöknek mi volt ebben a feladata, illetve miben véleményezték ezt a készült tervezetet? A vadászkamarával együtt töltött tárgyalás folyamaton mentünk keresztül, több mint 152 ezer tagot érint, aki a kamarának is tagja, ebből több mint 12 ezer gyümölcs termesztőt, úgyhogy van miről beszélni, ellentétes érdekek jelentkeznek itt meg a termőföld tulajdonos és a vadásztársaságok között. Szeretnénk azt a közös mesdjét megtalálni, ahol mind a két érintett megtalálja a számításait. Ugye vad nélkül nem képzelhető el a mezőgazdaság, szükséges velejárója, az által okozott kár viszont a gazdálkodóknak nem tetszik. Sokat beszélgetünk róla, hogy mit tehetnek a termelők is azért, hogyha egyszer már oda csábítjuk a vadat, mert itatót csinálunk neki, meg lucernát vetünk oda, akkor lehetőleg abban a körzetben, ha sikerült oda csábítani, akkor ne vessünk olyan növényt, kultúrnövényt, amiben meg a legnagyobb kárt tudja okozni ez a vad.
ha ezeket a húgyatermelők, mint a vadgazdálkodók megtalálják, akkor nem lesz ennyi problémánk, és talán nem ilyen ellenfelekként kezelik a vadászokat a termelők. Én úgy gondolom, hogy nagyjából sikerül megegyezni, hogy egy ilyen 3000 hektár körül legyen egy-egy terület, ezek a területek úgy legyenek kijelölve, hogy a megye határt amennyire lehet, vagy a tájegységeket figyelembe véve legyenek ezek kijelölve, hosszú távra körülbelül 20 évre legyenek ezek megkötve, és a 5 évenként esetleg felül ellenőrizni, hogy van-e olyan, ami változtatni kellene ezek a témák, azt, amit a kamara javasolt. Javasolta a kamara, hogy azok, akik eddig nem fizettek, azok ebből legyenek kizárva, ugyanis ez a megállapodást szigorú betartása kötelező lenne. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Természetesen majd a formálódó törvényről szeretnénk majd tájékoztatni a közvéleményt. Minden esetre most köszönöm szépen a tájékoztatást. Köszönöm szépen, mi meg lehetőséget.